Jó estét kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim, jó estét kívánok, kedves vendégeink. Én Hanga Zoltán vagyok, az állatkert szóvivője. Ez csak akkor forog, hogyha kézzel mozgatjuk, egyébként nem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, és megkülönböztetett tisztelettel köszöntjük Törőcsik Mari színművésznőt, akivel, ahogy a programban is tetszettek olvasni, Varnos Xavier fog beszélgetni. Úgyhogy jó szórakozást kívánunk, és hát nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttek ma hozzánk. Művésznő, hadd adjam át a mikrofont a beszélgetéshez. Azt szeretném mondani, hogy mindenáron el akartam idejönni, mert tegnap egész nap Debrecenben voltam elfoglalva, mert annyira hülye vagy, hogy 80 évesen éjjel-nappal dolgozok, és ma délelőtt olyan rosszul voltam, hogy támolygok, úgyhogy, de azért itt vagyok. De hát azért az előzményekhez mondjuk el, hogy tegnap azért egy fantasztikus pillanatban volt részünk, mert 18 év után nyugalomba vonult Debrecennek a legendás püspöke, Bölcskei Gusztáv, és tulajdonképpen azért mentünk, hogy egy, ha szabad így mondanom, püspök búcsúztató hangversenyt adjunk a tiszteletére, és 2500 ember ott volt a nagy templomba. Mari Pilinszky verseket mondott, és az hihetetlen volt, ahol a hatalmas nagy dermet, fehér kőkolosszusban egyszer csak megszólal Pilinszky meg Bach együtt, úgyhogy, és azt gondolom, hogy milyen hihetetlen ugrás, hogy közben most meg ide beülünk a wurstliba, és beszélgetünk, és bokréták vannak körülöttük, és tudják, ráadásul ez nekem nagyon 8 éves korom óta izgatott, hogy ott van egy mozi orgona berejtve, és hogy én ezt egyszer meg akarom szólaltatni. És az egész gyerekkorom egymerő csalódás volt, mert ültem, nem tudom hányszor, már a végén vért hánytam, annyiszor körbementem a körhintán, hát ha megszólal egy napon az orgona, és soha nem szólalt meg, úgyhogy kellett várni további 40 évet arra, hogy egyszer eljöjjek, és magam is megszólaltassam. Úgyhogy majd kétszer még fogok rajta játszani, így megszakítva ezt a kis nagyon rövid beszélgetést, és azt szeretném kérni önöktől, hogy filmzenéket fogok játszani, mert ugye ennek az egésznek az a hangulata, de énekeljenek majd együtt. Tökéletesen fogják tudni a dallamot is, és a szöveget is, ezt megígérem. Egyébként az apropó, hogy itt vagyunk, és benne vagyunk ebben a körhintában, ez leginkább ugye Persányi Miklós igazgatónak azért pattant ki a fejéből, mert most 60 éve forgatták a Körhinta című filmet, ami nem teljesen ilyen körhinta volt, hanem ez egy ilyen láncos körhinta, de ez viszont olyan régi épület, hogy az egyetlen tulajdonképpen igazi jogosult pontja a múzeumok éjszakájának, hiszen ez már maga is múzeum. Már ültem. Vagyok 80. életévemet taposom. Mikor volt ebben az épületben először itt? Szerintem akkor, amikor a Makkároly filmrendező meg akarta csinálni az Úttörők című filmet, aztán nem engedték meg neki. Nem mozogjon már, mert rögtön elájulok. De ígéretet tettem az operatőröknek, hogy időnként egy kicsit sékeljük itt. És az volt, hogy én sose akartam színésznő lenni, mert nem tudtam, hogy lehet. Azt el sem tudtam képzelni. De megjelent az újságban, hogy Makkároly 10 és 14 éves fiúkat és lányokat vár a Gyarmat utcai filmgyár udvarán, válogatás lesz. És én rögtön oda mentem édesanyámhoz, édesapámhoz, hogy oda vigyetek el, anyám fölhozott. Bementem a többiekkel, ugye általában a legtöbb ugye pesti gyerek volt, és a Koza Dezső nevű, később nagyon jó barátom fölemelte így a fejemet, jobbra-balra, azt mondja, elmehet. Teljesen tönkre mentem. Édesanyám látta, hogy milyen szomorú vagyok, azt a ne törődj fiam semmivel, kimegyünk a Vidám Parkba. És drága jó anyám mindenre felült, egyedül a, mi ez a hullámvasút, csak az ne. És akkor itt is ültem. 12 éves voltam. Úgyhogy belegondolok, hát arra emlékeztem, hogy gyönyörű. Erre emlékeztem. Azóta se járt itt? Én a gyerekeimmel voltam az állatkertben, de itt
Ők ide soha nem akartak jönni. Mi volt ennek a neve? Vidámpark. Vidámpark, oda nem. Állatkertbe mentünk, oda kimentünk. Tegyem a hátamra, mert itten húzat van. Én azért ebben nem olyan egyszerű mozogni. Én mozog, meg beteg vagyok, öreg vagyok, annyi bajom van. Ide figyeljen, fordítson csak meg, hogy én legyek azon az oldalon. Jó, mindjárt megpörgetem. Mert akkor nem jön a hátamra onnan a hideg. És akkor melyik irányba szeretne, hogy így átmenni erre az irányba? Jézus Máriám, jó. Maga köszönöm. Kérte. Jó van, köszönöm jó? Szépen. Jó, akkor én beülök ide. Így. No. Mi folyton együtt szereplünk. Igen. Ez olyan furcsa, ez egy ilyen papír nélküli házasság. De egyébként, hogy de mely igazság szerint annak idén anyukám, aki... Marinak nagyon nagy tisztelője, annak idején azt mondta, hogy nagyon-nagyon-nagyon ravasz volt a törőcsik Mari, ő neki nem kellett félni attól, hogy éjjel álmába mit beszél, mert valahányszor hozzáment, mindig Gyulákhoz ment feleségül. Mindig Gyulákhoz ment feleség. Mondta is, hogy nem keverem össze, mert Gyula, Gyula. Ez az egész Körhinta című film, ez gondolom, amikor megjelent, meg bemutatták, ez gondolom olyan hírnevet jelentett önnek, mint hogyha kiírták volna az ég aljára, hogy Törőcsik Mari, nem? Engem ez nagyon zavar, hogy milyen kinek az éjszakája, a múzeumok éjszakája. Múzeumok éjszakája. Hogy jön ide most a Körhinta évforduló? Hát ezt találta ki az állatkert igazgatója, de ha akarja, akkor beszélhetünk ponilovakról is, csak én nem értek hozzájuk, hozzáteszem a körhintákhoz sem nagyon. Csak végül is, hogy is mondjam? Na jó, ide figyeljen, akkor beszélek valamit röviden a körhintáról. Ugye nem csak politikai fal volt, ugye mondták, hogy a vasfal, vasfüggöny választ el bennünket. Kulturális falak is voltak. Kánva volt ugye a Hungarofilm, aki forgalmazta a magyar filmeket, az mindig be volt zárva, a stand. Oda a kutya sem ment. És akkor Fábri Zoltán bemutatta a Körhintát, föltörték az irodát, François Truffaut, aki egy nagyon világhírű filmrendező lett, leírta, hogy Brigitte Bardot Cannes-ba, minek? Törőcsik Mari Budapesten, akinek itt kellene lenni. És teljesen, szóval behivatott a miniszterhelyettes, mert akkor nem tudom ki volt a miniszter, lényeg az, hogy a Kállai Gyula volt a miniszterhelyettes. És behivatott engem, hogy el tudok-e utazni másnap Cannes-ba, mert a követség telefonált, hogy rögtön nyomba beütik a vízumot. Mondom, Kállai elvtárs, nekem se ruhám, se cipőm, maradjunk ennyibe. Hát, mint kiderült, amikor már csináltattam, 20 évig fizettem a ruháimat, szekrényünk nem volt, akkor a Bodrogi Gyulával éltem, a Lidhof ablakára voltak felakasztva az estély ruháim, és kiderült, hogy a Körhintát másfél pár cipőjét csináltam. Jó, nem? Hát ez egyébként mondjuk ilyen értelemben ilyen filmtörténeti valóság, mert én még egyszer beszélgettem a Fenyvesi Évával, aki ugye a legendás Hippolyta lakályban című filmnek volt a főhősnője, és ő azt mondta, hogy nekik kezdő színésznőként egyáltalán semmit nem fizettek, csortos meg kabos minimumot kapott, senkinek nem adtak ruhát, és mivel ugye ez egy német produkció, tehát a Hippolyta lakájának ugye az volt a története, hogy ez valójában egy német producer azért hozta Magyarországra a forgatást, mert olcsó volt a Hunnia filmgyár. De ő egy német filmet csinált ebből, és az volt a magyarok feltétele, hogy kiadják, hogy ha a magyar fordítását is megcsinálhatják magyar színészekkel, akkor olcsóbb lesz a stúdió. De a németek annyira pongyola módon gondolkodtak erről az egész filmről, hogy noha a német főhősnőnek barna volt a haja és Fenyves Évának szőke, át se világították, mindenki a saját ruhájába volt. Megcsinálták gyakorlatilag ilyen munkaidő utáni lopott időkben a Hippolyta lakályt. A német film egy hónap múlva akkorát bukott, mint egy állat, a Hippolyta lakája, ez pedig 100 éve, közel 100 éve diadalmaskodik. Úgyhogy akkoriban szerintem így fizetni. Azon kívül, mit mondjak, szóval akkor
akkor azért mindenkinek megvolt a maga jó kocsia, villája, szakásnője, szobalánya. Szóval, hát képzeljék el, hogy most nem akarok itt erről beszélni, de ezt muszáj elmondanom. Amikor bejött a forint, amikor az édesapám már nem is, szóval már rangidős iskolaigazgató volt, 267 forint volt a fizetése, és csodájára jártak, hogy ilyen sok. És 200 forintos fizetése rengeteg volt. Annyira közel volt még a Horthy Magyarország, hogy a vezető színészek, a Bajor Gizi, Somlay Artúr, ezek, no, mit gondolnak, mennyi volt a fizetésük? Csak kiabáljon be valaki egy számot. 500 forint, 6000 forint. Ennyire voltak megfizetve. Hát mi meg szocialista módon éltünk, de mindenki. Nem csak mi. Tényleg az a nagy színész generáció, az, tehát akik még akkor azért éltek, azok mennyire voltak nyitottak, meg kedvesek a fiatalokkal? Nézze, én bekerültem a Nemzeti Színházba. Gellért Endre, ő a Nemzeti Színház főrendezője volt, és a főiskola főtanszakvezetője. Ha ő nincs, akkor én nem vagyok a pályán. Ő engem egyszerűen a zárt osztályra behívott, mikor öngyilkos lett. Harmadéves főiskolás voltam, és azt mondta, hogy végül is nem tudom, mi lesz velem. Ő tudta, hogy egy év múlva úgy akar öngyilkos lenni, hogy ne tudják megmenteni. És azt mondta, azért kértem, hogy jöjjön ide, hogy tudatosítsa magába, hogy nem a paraszt színésznő, hanem intellektuális színésznő. És ugyanis mi volt? A Páger Antal egy nagyon szegény vidékről, szegénységből jött. Makóról. De fölvette a smokingját. Kijött a villából. A sofőr kinyitotta az ajtaját, a kocsiját. És akkor ő lett a Páger Antal. Vagy a Richard Burton, aki a szegényebb bánya vidékből. Na de hát beült a Rolls-Royce-ába, az Elizabeth Taylor mellé. Dőlt belőlük a pénz, és akkor már egyből nem lettek. A Sós Imre ebbe halt bele, hogy leparasztozták, hercegnek született. Annyira ilyen volt ez, hogy amikor a Vasvirág, már olyan régen volt, de azt én nagyon szerettem, a Cannes-ban az egyik legnagyobb sikerem volt a Vasvirág. És a Herskó János rendezte, és már 30 próbafelvételt csinált. És akkor kihívott engem, és a sminkmester tette egy kis alapot a pofámra, és leguggolt mellém a Herskó. Könyörögve kérlek, Mari, könyörögve kérlek, próbálj ne parasztlány lenni. Mondom, miről beszélsz? Az apám a 30-as években 4 lovas hintóval járt, utána vett egy autót, mert megunta, és a lovakat csak lovaglásra tartotta. 24 személyzetünk volt. Egyszerűen miről beszélsz? Tátra maradt a szája. Aki faluról jött, és paraszt szerepet játszott, az el volt könyvelve parasztnak. És akkor a Gellért átadott engem a majornak, aki azt se tudta, hogy engem esznek-e vagy isznak, azért, mert ő csak rendezőket tanított. Nem unalmas még, amit nem, beszélek? De a major nem nézte meg a körhintát? Ő nem nézett meg semmit. Ő a... Nem, egyetlen egyet nézett meg, a negyedéves vizsgákat. Azt viszont olyan becsülettel, hogy mondjuk a Máté Erzsi nagyon tetszett neki, leszerződött akkor, mert mindenkit egyszerre nem tudott a Nemzeti leszerződtetni. Leszerződött Pécsre, és azok, akiket ő kiválasztott, azokat figyelte. És akkor egy pár év múlva leszerződtette, ha látta, hogy fejlődik. Tehát ő a színészeire nagyon figyelt. De engem nem tudta, hogy amikor nem volt mit játszani 56 után, akkor felújította a Vízkeresztet. 16 próbával, mindenki régi. Hát én mondtam Bodroginak, hogy édes Bodrogi, én velem elkezd üvölteni, hogy, és én megpróbálom sírás nélkül letenni a szerepet. Láttam, hogy jön, megy. Egyszer csak azt, hogy a törőcsik, jöjjön le. Mondom, tessék, maga nem tud semmit.
Mondom, magyaráptárs, én tudom, hogy nem tudok semmit, mit csináljak? Semmit. Majd már leírják magáról, hogy nem jön át a Rivaldán. Ne jöjjön le. Ő se gondolta, hogy 10 évig fogják leírni. És akkor azt mondta, hogy megdicsért. Különös ízlésre val, egészen különös ízlésre, hogy maga képtelen használni az általam annyira gyűlölt általános színészetet. Na most képzelje el, fölhívtam Mészáros Ágikát, akinek a szerepét játszottam, mert le volt tiltva egy évre, 56 után. Mondtam, meg ne tegye velem. Azt mondja, maga nem ismeri el. Ágikám, hallottad már ezt a nevet, hogy Törőcsik Mari? Hallottad. Ez a gyerek semmit se tud. Gyere már, próbálj neki segíteni. No, nem ment velem semmire. Tényleg rettenetesen rossz voltam. Ugye filmeztem, és filmezni az ember más, akkor saját magamat adtam. Shakespeare-t játszani, az nagyon nehéz. És akkor az volt, hogy én akkor már 3 filmemet vetítettek Cannes-ba. A Jean Cocteau a páholyomhoz járt kezet csókolni. A Párizs bemutató után hát zengett a Le Monde-tól kezdve az összes lap. Szóval engem mennybe mentem, na tényleg. És bekerültem a Nemzetibe, és reszketett kezem, lábam, mert a statisztálni mentem az Ember tragédiájába, és a Garas Dezsőt, akit imádtam, és sincs már közöttünk, mondtam neki, hogy Dezsőkém, mivel a londoni képben, mint polgárok, a zenekarjárok előtt kell elmenni, bele ne essek, légy szíves, tartsál engem. Ez az őrült meg mankóval jelent meg mellettem. Na, lényeg az, hogy képzelje el, megvan a fénykép. Ezek az óriási nagy színészek. Akkor volt az úgynevezett Farkas Ratko Vándor gyűrű. Egyik évben ez a hatalmas társulat. A legjobb fiatal színész férfinak szavazta meg, másik évben a legjobb fiatal színésznőnek. Pont nőre került a sor, és megvan a fénykép, hogy a Viola ruhájába Major átadja. És azt mondták nekem, akkor, 1 éve voltam, akkor szerződtem oda. És ezek az óriások. Ez a Bihari Jóska, Mészáros Ágika, Lukács, rengeteg, Básti Lajos. Ezek azt mondták, hogy te nyugodj meg, ha nem fogadnak el a színpadon. Nem mindenki a nemzeti része, aki tag, de te be fogsz épülni a falak közé. Hát ilyen emberek voltak. Még egyet elmondok, aztán többet nem beszélek. Se a körhintáról, semmiről. Na jó, azért ennek az igazságtartalmát tudják, hogy amikor most néhány évvel ezelőtt Mari megkapott egy nagyon magas orosz állami kitüntetést, akkor abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy engem is meghívott a követségre, az átadásra, és késtem körülbelül 10 percet. Addigra Mari a követtől, Tolken úr, vagy hogy hívták, valamilyen furcsa neve. Nem tudom, elfelejtettem. Igen, már elvéve a mikrofont és a díszbeszédet megszakítva elkezdte a magyar színjátszást kronológiailag mesélni, és akkor éppen Dérinénél tartott, és a férje, a csodálatos Már Gyula, akkor még hát azért viszonylag olyan járóképes állapotban volt, hogy botorkált felém, és azt mondta, hogy Szavér, te egy bevállalós pasi vagy, menj oda és vedd el ettől a nőtől a mikrofont, mert ha nem veszed el, egészen estig itt maradunk. Majd kiment a már említett Makkárolyhoz, aki ott az előcsarnokban ült, már szintén a beszédből kibontakozva egy korsó sörrel, amit ott valami hostesztől lenyúlt, és ahogy a Gyula ment a Makkároly fele, azt mondta, hogy Karcsi, nem bírom elviselni, amikor mást ünnepelnek. Na. De hát ő egy különleges valaki volt, az egyetlen az életemben, akit soha nem léptem át. Na jó, ezt gyorsan elmondom, hogy milyen emberek közé kerültem. 1960-ban győzött Kubába a forradalom, és senki nem mert Miamiba menni nyaralni, mert annyira közel volt. És akkor fölépítették 1 év alatt Acapulcót Mexikóba, a Csendes óceán partján. Behirdetni egy ilyen nyaralót vagyon. Tehát azt csinálták, hogy a Miguel Alemán, a elnök fia volt a fővédnök, és csak kizárólag olyan filmeket hívtak meg, ahol a legjobb női alakítás nyerte, a legjobb férfi alakítás, a legjobb, legjobb film, a legjobb rendezés, és még egy jó pár világsztár. És akkor azt ugye,
jön a Dósai, a Hungarofilm igazgatója, hogy Mari, 1960-ban, hát akkor még a disszidensek is akkor valahogy kerültek ki a bécsi lágerekből, tehát, és első osztályon, mert mindent ők fizettek, ugye, és azt mondtam, hogy meg ne tedd, hát most kezdtem el próbálni a 17. baba nyarát, akkor még a Katona József Színház a Nemzeti Kamarája volt, a Várkonyi Zolival. Nem létezik, hogy én majd Acapulcóba ülök 2 hétig, és 1 hete meg már próbálok, és mire hazajövök, majdnem bemutató lesz. Azt mondja, ő azért megpróbálja majd. Hát mondom, úgyis hiába, hagyja engem békébe. Megyek be másnap, olyan hosszú folyosó volt akkor a Katonában, az oldalra nyíltak az öltöző ajtók, átjött a Major Tamás a nagy színházból, mellett a Várkonyi. Engem sose bántottak úgy különböző. Kisasszony, el kellene dönteni, hogy színésznők akarunk lenni, vagy sztároskák. Mondom, Major elvtárs, miért tetszik ezt nekem mondani? Maga Acapulcóba akar üdülni, miközben itten folynak a próbák? Mondom, én mondtam a Dósainak, hogy ne kérjen. Azt kell mondani, hogy nem megyek. De akkor elkezdett ordítani a Várkonyi. Maga nem tudja, hogy kikkel próbál. És akkor láttam, hogy a Major szeme megcsillan. Hátra néztem, ez szó szerint vegyék. Mögöttem térdepelt Mészáros Ágika, mellette Básti Lajos, mögötte Lukács Margit, mellette Gobbi Hilda, és így az összes többi színész. Azt hittem, elájulok. Tisztelt igazgató úr, mi szocialista brigád vagyunk, és mint szocialista brigád fölajánlást szeretnénk tenni, hogy a kis színésznő szerepét fölváltva játszanánk, hogy ő ki tudjon menni Acapulcóba. Hát most képzeljék el, hogy ezek a színészek a háború előtt minden nyarat a francia vagy az olasz rivérán töltötték, síelni Svájcba jártak. Egyszerűen én, akkor meg csak én utaztam. Minden évben Cannes-ba, meg Párizsba, és akkor ők ezt a gesztust, hát ilyen ma nincsen. Ezt nem a magam dicséretére akartam elmondani. Ők voltak ilyenek. Páratlan, páratlan. Na jó, akkor ha most már rátért, akkor megkérdezem is. Nagyon más ma már a színész világ? Tehát mibe változott? Ha bemegy az öltözőbe, még gondolom most is jobbra-balra nyílnak az ajtók, de mi az alapvető hangulati változás? Hát nézze, mindig szerencsére vannak egészen kivételes nagy tehetségek. Azok olyanok, mint régen. De hát egyetemeket csináltak a művészeti főiskolákból. Én mikor utoljára felvételiztettem, akkor azt mondtam, hogy engem ide nem vennének föl. És akkor mondtak, hogy ugyan már Mariska maga ide bejönne. Mondom, miért gondolják, hogy mórikálom magam? Kitalálták ugyanis, hogy kell legalább 8-9 monológot tudni. Most tudniuk kell, hogy nem csak a Major Tamás, meg akik jók, hanem a Peter Brook, amikor a Paul Scofield-dal csinálta a Lír királyt, amikor kész volt a darab, mindig akkor kezdtünk dolgozni a monológokon. Hát az a legnehezebb. Na most minden második gyerek bejön, hogy úgy döntöttem, gazember leszek. Na most ebből, na, azt mondja az egyik, nem akarom megmondani az egyik főtanárt, hogy miért akkor maga mit kérne? Mondom, azt kérném, hogy menjen ki és jöjjön be újra. Hogy be tud-e jönni a színpadra egyáltalán. Üljön le és gondolkozzon. És ha így gondolkozik, akkor elküldöm. Ha észreveszem, hogy gondolkodik valamin, vagy elmosolyodik, akkor az érzékenység. És akkor a végén azt mondanám, hogy jé, kisütött a nap. Akkor el tudom dönteni. No, most aztán én nekem volt egy vizsgám, óriási siker volt, amit én rendeztem, mert kinevezett docens voltam az egyetemen, és
mindig átutaltattam a pénzt a, hát a számlámra. És észrevettem, hogy már harmadik hónapja nem kapom. Fölhívtam a gazdasági részleget, ott fölvette egy hölgy, mondom, nem kapom a pénzemet. Elkezd dadogni. Mondom, maga ne legyen ideges. Nem maga tehet róla. Már nem vagyok a főiskola docense. Miniszteri kinevezésem volt. Azt, nem mondták meg a művésznőnek. Mondom, nem. Szóval, és ugye hát az én időmben fölvett a Gellért Endre 36-unkat, mindenkivel közölte, hogy ne képzelje még, hogy a főiskolához tartozunk, mert nagy, ilyenkor csak érzékenységre lehet fölvenni, de nem lehet tudni, hogy hova fejlődik. Öten végeztünk úgy, hogy négyen maradtunk a pályán. Egyszer a Garas Dezső azt mondta, hogy a magyarországi egyetemi színészképzés az olyan, mint egy lefele fordított piramis, alul a legszűkebb. Vagyis bejutni lehetetlen, elvégezni vicc. Hát igen, minden esetre művészeti főiskolákat nem lehet, ugye fejpénz után kapják a pénzt. Rengeteg, mindenki, 86 ezer színész van, 86 ezer operatőr, 86 ezer rendező, ezek így viccek. De nem tudom, elkalandoztam. Én mindig elkalandozom, és mindig megfogadtam, nem akartam eljönni, hogy rosszul vagyok. Mondtam, hogy 3 percet beszéljük, és nézzék meg, lyukat beszélek mindenki hasába. Hát szóval arra gondoltam, hogy egy nagyon pici kis szünet gyanánt, maga itt marad, én meg elmegyek oda az orgonához, és arra gondoltam, hogy elénekeljük együtt a meseautót, jó? Magának nem kell énekelni, mert tudom, hogy gyűlöl énekelni, de a nagy érdemű közönség az már skálázott délután. Az majd énekel magával. Itt hagyom a mikrofonomat. Magasan már nem tudok. Énekeljenek.
rendesen, vagy nem sem. Rendesen, énekeltek a dalokat. Maga egymagába dalolt? Na jó, ez azért nem lesz mindig így. Ne gondolják, hogy a múzeumok éjszakát megússzák mindenfajta dolalás nélkül. Ez egyébként hihetetlen, hogy itt vagyunk Bartók és Kodály országában. Mindenki ismeri a meseautónak a dallamát. A felét legalább, fele ismeri legalább a szövegét, és egyszerűen gyakorlatilag, ha énekel a közönség, akkor is legfeljebb olyan lesz az egész, mint egy ilyen tibeti lámasirató, hogy morognak. Úgyhogy majd még a köszönöm, hogy imádott lesz, az lesz a finálink, de ha azt nem éneklik, akkor 160 km per órás sebességgel beindítjuk a körhintát, úgyhogy baj lesz. Tessék? Hát ki kellett volna ide, de nem fogják mindig a szövegre, mert én nekem van egy gyerekkori emlékem, nevezetesen az, hogy elvittek a szüleim színházba, és valami olyan ilyen kis karzat, vagy nem tudom, páholy szélen ültünk, hogy úgy majdnem a színpad fölé lógtunk, és a csodálatos Mensáros László valami szomorú darab volt, a lényeg az, hogy ennek a végén volt egy ilyen összkórus, amikor ott valami bukóhőst elsirattak, én már nem tudom, hogy mi volt az a darab, és nagyon gyerek voltam még, és minden szereplő egy ilyen összkórusban énekelt valamit, és mindenkinek volt egy saját dallama és saját ritmusa. És mondom, valami éppen meghalt valakiről volt szó, és Mensáros Lászlónak az lett volna az összkórusban a dallama meg a ritmus, hogy tirarampam, pirarampam, pirar, és egyértelműen látszott rajta egy hirtelen zavarodottság, és elfelejtette a szövegét. Úgyhogy a következőt énekelte, és ezt tökéletesen hallottam fölötte a páholyba, hogy surolórony, porolórony, surolórony. De a közönség fölvette. Egyébként azt akarom kérdezni, hogy a mai színházi világban is vannak ilyen elképesztő, furcsa karakterek, mint amilyenek mondjuk régen voltak. Hát most tényleg csak így a fölidézésként, hát ugye mondjuk ott volt Csortos Gyula, akinek ugye legendája volt, hogy soha nem tanulta meg, vagy időben a szerepet, meg hát ugye gyakorlatilag mindent a saját szájára átírt, átimprovizált. Állítólag egyszer örjöngve jött hozzá rendező bemutató előtt, hogy Gyula, mikor tanulod már meg ezt a nyambat szerepet? Mire azt mondja, hogy drágám, először megnézem, hogy lesz-e sikere a darabnak a bemutatón. Ha igen, akkor megtanulom. És állítólag egyszer megkérdezte tőle a sugó, hogy mester, minden szót sugjak? Mire jött a királyi válasz, hogy maga fiam, csak sugja minden szót, én majd kiválogatom azt, amire nekem szükségem lesz. Hogy ma ilyen értelemben ma már azért nem nagyon engedik meg ezeket az egyéniségeket, nem? Az én mesterem, várjon, itt van csak, ide dugtam, hogy le ne essen. Az én mesterem 10 évig a Major Tamás volt. Én ma nem ugyanaz a színész vagyok, hanem az ő kezébe vagyok. Megkérdeztem egyszer tőle, hogy, mert már mindenki Tomiszta meg Tamásozta, de én egy ilyen konzervatív vagyok. Ahogy elkezdem, akkor azt úgy folytatom. Úgyhogy mindig mondták nekem, hogy jön neked Major elvtárs. Mondom, Major elvtárs, ha én fiúnak születek, akkor már Hamlettet, második liádot, minden. Mi játsszuk ezt a sok tandrámát. Miért dolgozik velem? Azt mondja Mariska, meghalt a Gellért Endre. És utána rajta kívül én tudom a legtöbbet a szakmáról, de nem tudom megcsinálni. És magának azt mondtam, hogy Törőcsik jöjjön le, nem tud semmit. De maga nekem szép lassan mindazt, amit tudok, maga az egyetlen, aki megcsinálja. És ezért dolgozok én magával. De hát mondja meg, hogy ki az, aki ma azt mondja, hogy nem, én nem tudom megcsinálni. Öregkorára egyre jobb színész lett. Sajnos annyit játszottunk, hogy nem láttam az X-eket. Spiro az ő ihletésére írta ezt a lengyel színészről, és azt megírta a darabnak. És azt mondják, hogy zseniális volt benne, és én nem láttam. Én akkor nem. De... Ha például visszanézi mondjuk a körhintát ennyi év után, vagy mondjuk a kölyököt, vagy bármelyik. Egyébként jelzem, hogy a kölyökben
Töröcsik Mari futkározik a Dunaújvárosi Vasműben Garas Dezsővel, kiegészítve a Dunaújvárosi, azt hiszem, aranycsillagszálló, vagy vöröscsillag, vagy valamilyen csillagszálló. Arancsillag. Arancsillag. És amikor átfutnak az éttermen, akkor ott egy fehér zakós fiatal ember játszik, aki viszont az apukám, úgyhogy nálunk azért már egy ilyen nagy családi koalíció volt a történelmi kezdetek előtt is. Tehát, hogyha visszanézi ezeket a régi filmeket, most őszintén, akkor azt mondja, hogy na ez a Töröcsik egy jó színésznő volt már akkor is. Hát először is a főiskolás osztálytársaim is megcsinálta. Voltak, valamin vitatkoztak, bele akartam szólni. Elbízod magad, nem vagy színész, menj föl és fekvőtámaszokat csinálj. Mondom, nem tudok, azért kell megtanulni. Bezártak a szekrénybe, ahol a balettcipők meg balettruhák voltak, könyörögtem, hogy jó leszek, engedjetek ki, tudom, hogy nem vagyok színész, tudom én, higgyétek el, hogy tudom. De én, mi így, soha senki nem volt rám irigy, de nézze, ezt nem lehetett mindenkivel, csak velem, de mindenki szeretett. Én nem tudok másképp élni, csak ha szeretnek. És megtanultam, hogy akkor nekem kell tudni szeretni, azon kívül nem vagyok hülye. Hát én tudtam, hogy a körhintában nem vagyok színész. Hát akkor rá kellett nézni így a Sós Imrére. Truffaut ódákat írt róla, hogy lekér a Szirtes Ádámról, táncolok a Szirtes Ádámmal, lekér az Imre, és így ott van a kezem, egy kicsit mondjuk egy, kettő, három, és így adom oda ez mint a zseniális színészi, nem tudom mi. Szerelmes voltam kicsit az Imrében. Na ezt akarom kérdezni, ez egy illetlen kérdés, de ez kötelező, hogy akkor igen, és ez ilyen munka, tehát ez ilyen, hogy is mondjam, ipari szerelem volt, vagy azért? Nem, tulajdonképpen lehetett volna, csak tudja, én tudtam azt, mert ő a körhintánál nem egy centit nem ivott, de én tudtam azt, hogy én egy kezdő senki vagyok, én nem tudom azt megváltoztatni, hogy ő nem paraszt színész, és ő ezért ivott. Hát elvitt egyszer vacsorázni, és utána hajnalig jártuk a lokálokat. Maga azt az én tudom, mert apám nagyon elegáns volt, és mi tényleg nagyon jól éltünk, tehát nem tudja mi az, hogy kell borravalót adni, maga tudja, de hát szóval most nem tudja, hogy milyen elegánsan csinálta végig ezt. Ő belehalt abba, ami én nem mertem megkérdezni a Gellért Endrét, hogy az Imrének ezt mi nem mondta. De maga is csak azért tudott kiszabadulni, mert a Gellért ezt mondta, vagy azért maga előbb-utóbb csak kiszabadult volna a paraszt kislány imidzséből? Hát mondjuk az volt a szerencse, hogy a minden ijedelme ellenére a Herskó fölkért a Vasvirágra. De ugye én ne felejts el, hogy engem szerződtetett a Gellért miatt a Nemzeti Színház. Ő meg vidéken játszott, aztán Madásba került, és nem volt ember, aki ráfigyeljen. Engem meg úgy adott át a Gellért a majornak, hogy engem ott kell fel, és ők mindenkivel ellentétben, ők nagyon tisztelték és szerették egymást. És a major, 10 évig a major kezébe voltam, akkor 10 évig a Svajda kezébe, akik csak bennem gondolkoztak. És én először azt gondoltam, hogy ez egy szerénység nálam, hogy azt mondom, hogy szabad még ezt nekem csinálni. Nem, ez nálam nagy képűség. Ugyanis én úgy mindig tudtam volna, mint a világon a többi 8000. De úgy minek? Úgyhogy akkor én mindig vártam valakit, aki elhiteti velem, hogy még érdemes. Csak nekem olyan mázlim volt, hogy 13-14 zseni rendezett. Olyan embereknek, mint aki szerintem világsztár lett volna, Kozák Andris, aki zseni volt. Jó, de anélkül, hogy provokálnám, ha most bemegy a főiskolára, akkor most találna 13-14 zseni tanárok között? Ott se a tanárok között volt ennyi, bocsánatot kérek. Én nekem
rendezett a Gellért, a major, de meghívta a Gregory Konskit, aki nem volt, azt mondta, hogy én nem vagyok igazán rendező, de fölnevelt a Művész Színházba 20 generációt. A Bulgakov legjobb barátja. És ő azt mondta, hogy csak akkor jön, mert megnézte 4-szer a Vasvirágot, ha engem rendezhet. És akkor ugye az volt, hogy mondta major, hogy én nagyon szeretem ezt a gyereket, de nem tud semmit. Azért azért megyek. És azért viszem a Arbuzov tányáját, ami nem a világ legjobb darabja, de 16 éves korától játszik 50 éves koráig. És sose felejtem el, ezt mindig elmondom most a fiataloknak, hogy ezt hallottam odalent minden héten egyszer. Most ezt elveszem. Mari, energicsni, energicsni. És akkor följött a tolmácsa, és azt mondta, hogy Mari, minden héten egyszer ezt el fogom mondani, föl fogok jönni, hogy nem azt kérem, hogy ott maga valami energiákkal játszon, hanem hogy egy életre megtanulja, hogy egy sóhajba ugyanannyi idegi energia van, mint egy sikolyba. Hát kérem, mondom már ilyeneket. Én a fiataloknak néha, ha mellettem dolgoznak és tehetségesek. Azon kívül nézze, olyan nem lehet, mint akkor csináltak. Hát ma nincs súgóluk. Hát a Major Tamásnál az volt, hogy a súgó másfél héttel premier előtt vagy a büfébe kellett, hogy üljön, vagy az utolsó sorba. Tudnék, súgni csak úgy lehet, hogy az egész nézőtér hallja, hogy súgnak. Még akkor is, ha súgólukba ültek. Na most ugye, egyszerűen úgy kellett tudni, engem úgy tanított meg tanulni, hogy én ha 100 oldalas szerepet játszottam, akkor is reggel némán 20 percig maximum beemeltem. Mert azt mondta, hogy tartsam a szöveget a kezembe, amíg az alapvető, hogy én odarohanok magához, azt mondtam, hogy gyűlöllek, utállak, nem bírlak, kimegyek, visszafordulok, nem igaz, szeretlek, de most ezeket én az egész idegrendszeremmel soha hangosan nem tanultam, soha. Aztán a Dover Nyelviskola tulajdonosa, aki nagyon jó barátom, azt mondta, hogy Mari, én magát megtanítom angolul. Ez lehetetlen, hogy csak magyarul beszél. Aztán rájöttünk, hogy némán 20 percig nem lehet angolul megtanulni. De még egyet szeretnék a körhintáról elmondani. Mert elkezdtem, csak elkalandozok, hogy nem csak a vasfüggöny van, hanem kulturális falak is voltak. A Fábri Zolinak az volt még a nagy szerencséje, hogy elsőnek törte át ezt a falat. Tudjuk, a következő évben jött Vajda a kanálissal, a lengyel Vajda. Ő is áttörte volna, és utána Csukraj a 41-kel. Tehát a Fábrinak olyan mázlia volt, hogy ő volt az első, aki ezt a falat áttörte. Én nem nézek régi filmeimet, egyáltalán nem. A körhintát megnéztem. De azért, mert nem szeret szembesülni, vagy mert érdektelen vele? Nem akarok látni magamat, hát hogy képzeli? Másképp csinálnám, és nem tudok rajta változtatni. Aztán ugye én ezzel kerestem a kenyerem. Hát valaki megszámolta, 130-valány filmet csináltam, és még nem tudom hány tévéjátékot. Ebből tudja, hogy hány szörnyűt csináltam én rossz rendezővel. Hát azzal, abból éltünk, azzal kerestük a kenyerünket. Abban én rossz voltam, tudtam, hogy nem is eltek. Jó, kész. Hát jó, de ez általánosan igaz. Hát ugye ott van a legendás Nyugat folyóirat, és hát mindig szemelvényeket ismertünk belőlük, és aztán Fejtő Ferenc jó voltából egyszer hozzájutottam az összes Nyugatnak a bekötött példányához, és amikor tételesen oldalról oldalra olvastam, azt mondom, ennyi modoros, vacak, semmire kerül írás, hát van nincs a földön. Azzal keressék a pénzüket. Még az élet és irodalom is. Nyilván. Jobb. Hát én rettenetesen sok rossz rendezővel, ezekre nem is emlékszem. Na most a körhintát megnéztem, azért, mert mikor... Én is négy napja életemben először. Komolyan részleteket láttam, de én most néztem meg először. Mindegy, most már lehet, hogy így magának nem tetszik, de
az van, hogy meg akartam nézni, és mikor a Fábri Zoli meghalt, egy ilyen sorozatot leadtak, és azért megnéztem a Körhintát, amiben azért, ugye akkor volt a sematikus filmek, ezzel kezd, én a legjobb korszakba kezdtem el, de ugye az volt, hogy belép a TSZ-be, nem lép be a TSZ-be, ez volt a fő műsor, de alig van színházi este vagy film, ahol felzeng a szerelem. És itt felzengett a szerelem. És ezért... Na jó, mert a valóságban is így érzett. Ó, hát azért nem egészen úgy van az. Hát azért, hogy mondjam... Nem volt közé, én le se feküdtem a Sós Imrével. Hát akkor ez ilyen fékezett habzású szerelem volt. De nem csak az. Azért nem kell ahhoz, hogy az ember... Annyi kell mondjuk, hogy ne utáljam. Egyszer egy legendás rendezőnek bent voltam egy ilyen délutáni próbáján, ahol a felesége is játszott, és a felesége éppen ott valami fiatal emberrel elkezdett volna ugye rendezés szerint csókolózni, és egyszer csak fölnézett a rendező, aki odáig beszélgetett. Édesem, csak ipari csókot kértem. Hát olyan nincs. Az már nem jó. Akkor azt nem lehet ipari csókot kérni. Nagyon nehéz ám tudja például csókolózni. Nagyon kell tudni, hogy közel álljon a színész. Például imádtam az Avar Pistával játszani. Sose volt közöttünk, hanem mi nagyon szerettük egymást. És hát a Garas Dezsővel játszottam a legtöbbet. Na hát elmondok valamit. Mikor Bukarestbe vendég szerepelt a Nemzeti Színház, kivittek bennünket busszal, volt egy ilyen óriási terület bekerítve, ahol ilyen ligetek, fák, és csak kis medvék. És oda mentünk. Majdnem olyan, mint itt. És mellettem ült a Garas. És közöttünk sor, a legjobb barátom volt mindig. De valahogy ahogy ott mentünk, és előző nap rengeteget ittunk, és úgy kicsit úgy odadőltem, és mondom, jó azért, hogy a Dezső mellett ülök, és tudom, a 100 év magánt játszottuk, és szünet volt, és ott ült mindenki, mondom, Dezső, emlékszel, mikor vittek ki bennünket Bukarestből, és azért egy kicsit akkor megmozdult bennünk valami. Azt se tudom, miről beszélsz. Azt mondta, hát különben is még olyan másnapos voltam, hogy még a meddigre sem emlékszem. Na jó van. Én is most idéztem fel, találkoztam egy konzervatóriumi osztálytársammal, 35 éve nem láttuk egymást, és fölidéztük, hogy végig barátság volt közöttünk. Egyetlen egyszer, amikor jöttünk haza Fótról, ahol este egy ilyen kis orgonakoncertet adtunk a gyönyörű plébánia templomba, a Volán buszon volt egy ilyen 14-16 perces szerelem köztünk, ami másnap reggel 9-re az iskola kezdése tökéletesen lelóhat, de akkor viszont... Ilyenek voltak akkor. Tudtunk élni. Ma is van, csak ezek Facebookon zajlanak le általában. Már arra gondoltam, Mari, gondolom, nem nagyon alkalmazza, hogy is mondjam, általában a számítógépet semmit nem használ, ugye? Semmit nem tudok. Szombathelyen fél évig kutattak az országba, hogy kapjak egy hasonló régi, a telefonom elromlott, és hogy ahhoz hasonló valamivel egyet többet tud. De hát én ilyen, hogy hát okos telefon. Vagy az a micsoda féle, az Edison féle ipari múzeumban még található. Hát, igen, ilyesmi, ilyeneket tudok én használni. Benyomni, hogy haló, aztán mikor vége van, kinyomni. De egyébként ez baromira érdekes, közben itt megindul alattunk a világ, baromira érdekes, hogy éppen arról beszélgettünk múltkor, hogy annyira tulajdonképpen a gépek és a komputerek irányítják már a világot, hogy az a régi generáció, aki az analóg dolgokat tudta vezérelni, ma már nem nagyon létezik. És például mondjuk Budapestnek a csatorna rendszere egy borzalmasan komplikált rendszer, hogy mondjuk az utcák alatt futó csatorna rendszer délután hány órakor van telítettség, mikor van kevesebb, hogyan kell a zsilipeket irányítani, ma minden gép irányít. De ha egyszer egy hétre összeomlana mondjuk a komputer, akkor itt bele fogunk fulladni a szamócába. Szóval az... Nem beszéltem én túl sokat, szerintem be kéne fejezni.
ez teljesen a maga döntése, mert eredetleg úgy jött ide, hogy 8 percet fog beszélni, úgyhogy... De hány óra van, gyerekek? Senki nem tudja. Ne az igazat van? Mondják. Mondják hány azt, hogy 7 óra 6 perc. Nem, kérek, hány óra van? 7 óra 10-et mond itt a hölgy. Hány óra itt van? Már nem talál cinkosokat. Jó, oké, megértem, mert tény az, hogy szegény Marinak az utolsó 2 nap az azért, hogy is mondjam. Én nagyon kivagyok, én tényleg el sem akartam jönni. Csak tudják, ilyenkor bohócot csinálok magamból, mert beszélek, hogy azért elhiggyék, hogy még vagyok. Ugye? Na jó, de hát hogyha most hazamegy, akkor is legrosszabb, vagy a legjobb esetben is most nézi, hogy a por leszáll az almáriumra, itt legalább köztünk van. Azért ez nekünk nagyon jó, és magának nem rosszabb, nem? Nem rossz, de azért nagyon össze kell ám magam szedni, hogy itten bohózkodjak. Hát szeretném én 80 éves koromra így összeszedni magam. Na most akkor a legvégén megígérik, hogy szépen fognak énekelni? Biztos? Hangosan? Mit énekelünk? Köszönöm, hogy imádott ott. Jó, azt mindenki tudja. Köszönöm, hogy imádott, hogy rám úgy vigyázott, de ne küldjön ma virágot nekem. Na jó. Tehetséges. Köszönjük az énekpróbát, majd telefonon értesítjük. Jó, én oda megyek az orgonához. Az eredeti, ahogy Eizman Mihály játszotta, jó? Ja, és azt akarom mondani, nyugodtan jöhet a surolóról, hogy poroló, hogy ne törődjenek a szövege, csak a dallama fontos. Ne hozzanak zavarba bennünket!